Az augusztus 20-i programok este a királyi napok záró eseményeivel folytatottak. A hagyományoknak megfelelően a 16. Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevői a táncházból indultak és felvonulásukkal csalogatták a vendégeket a városháztéri színpadhoz. Az idén az időjárás is kegyes volt, így a szabadtéri színpadon kezdődhetett el 20 órakor a királyi napok záró gálája. A meghívott külföldi fellépőket a házigazda város polgármestere búcsúztatta. Szent István városának mi lehetne a legfontosabb ünnep, ha nem Szent István napja, augusztus 20-a. Tiszteljük hagyományainkat, tiszteljük a nemzet történelmi fővárosa tisztséget, feladatot és felelősséget. Hagyományainkhoz sok minden hozzátartozik ezekben a napokban, de azt gondolom, hogy ez egy legfontosabb fesztivál, ami itt vagyunk, annak a búcsúestjén vagyunk most itt. A zárógála mindig a nálunk vendégeskedő csoportok búcsú ajándéka a fehérváriaknak. Fontos azonban, hogy a résztvevő néptánc együttesek sem távoznak üres kézzel a fesztiválról. A sok élmény mellett emlékplakettet is kaptak, amit Cserpalkovics András polgármestertől és Varga Tamástól a Fejér megyei közgyűlés elnökétől vehettek át szombat este az együttes vezetők. Ezen túl egy-egy szervező is elismerésben részesül majd. Idén Kneifelné Vas Éva munkáját köszönték meg. Az idei volt a 16. Nemzetközi Néptáncfesztivál, melyen a házigazda Alba Régia táncegyüttes mellett 8 együttes vendégeskedett, és további 2 csoport érkezett egy-egy napra Székesfehérvárra. Az idén a tűzi játékot sem hiúsította meg az időjárás, a palotavárosi tavaknál csodálhatták meg a fellőtt színes rakétákat az érdeklődők. A szervezők még arra is figyeltek, hogy a Néptáncfesztivál zárógáláján résztvevőknek is legyen idejük átsétálni a tűzi játék helyszínére. Útjukat a helyszínre vezető útvonalak időszakos lezárásával segítették.